Sziasztok, srácok! Pár perc telt el mindösszesen azóta, hogy a Rockstar Games hivatalosan bejelentette, hogy december elején megosztják velünk a GTA 6 első hivatalos trailer videóját. És az a helyzet, hogy én jelenleg nem jutok szóhoz. Tehát, hogy itt ülök a gép előtt, amióta kirakták ezt a cikket, ezt a posztot, és veszem fel a videót, de én konkrétan le vagyok sokkolodva, tehát, hogy 10 év várakozás után végre itt vagyunk, elérkezett az idő, pár hétre vagyunk attól, hogy láthassuk a világ, az egyik, sőt, nem is, a világ legjobban várt játékát, és ez valami felfoghatatlan számomra. Na de próbáljunk is meg belevágni ebbe a videóba, és bár jelenleg legszívesebben csak ülnék a monitor előtt és néznék ki a fejemből, de nézzük meg ezt a hivatalos cikket, illetve hogy mit írt benne a Rockstar Games. Így kezdődik egy üzenet a Rockstar Games-től. A következő hónapban ünnepli 25. évfordulóját a Rockstar Games. A játékosaink hihetetlen támogatásának köszönhetően világszerte lehetőségünk nyílt arra, hogy olyan játékokat hozzunk létre, amelyekért igazán rajongunk. Nélkületek mindez nem lenne lehetséges, és nagyon hálásak vagyunk mindannyiótoknak, hogy osztoztok velünk ezen az úton. A Rockstar Games 1998-ban azzal az ötlettel alakult, hogy a videójátékok ugyanolyan fontos szerepet tölthetnek be a kultúrában, mint a szórakozás bármely más formája, és reméljük, hogy olyan játékokat hoztunk létre, amelyeket szeretsz, és ezzel a törekvésünkkel részesei lehettünk ennek a fejlődésnek. Nagy örömmel tudatjuk veletek, hogy december elején közzétesszük a Grand Theft Auto első trailerét. Alig várjuk, hogy még sok éven át megoszthassuk ezeket az élményeket mindannyiótokkal. Köszönjük, Sam Hauser. Na most, aki esetleg nem ismerné Sam Hausert, annak elmondanám, hogy ő a Rockstar Games jelenlegi elnöke és egyik alapító tagja, és hát én nem is igazán tudok szóhoz jutni. December elején jön végre tehát a hivatalos GTA 6 trailer videó, amiből rengeteg részlet ki fog derülni a játékra, gondoljatok csak bele. Valószínűleg az is ott lesz, hogy mikor érkezik, milyen platformokra érkezik, és ki tudja még mennyi minden apró részlet. Szóval én nem is igazán tudok mást mondani, mint hogy iratkozzatok fel mindenféleképpen a csatornára, és nyomjátok be azt a csengőt, mert akkor nem fogtok lemaradni semmiről, ami a GTA 6-tal kapcsolatos, mert egyből meg fogok osztani veletek mindent. Én elképesztően fel vagyok hype-olva, remélem, hogy ti is legalább ugyanígy éreztek. Gyertek és csatlakozzatok ti is a lassan 6000 főt számláló GTA 6-os Facebook csoportunkhoz, és várjuk ott együtt a további híreket, itt majd aztán persze csapattársat is kereshettek, hogyha egyszer megjelenik a játék, és nyilván minden információt elsőként tudhattok meg, a linket majd megtaláljátok rögzített kommentben. És még egy adalék, ugye azt írta a Rockstar, hogy december elején fogják megosztani a GTA 6-ról a hivatalos trailer videót, na most december 1-én lesz a 25 éves évfordulója a Rockstar Gamesnek. Most nem akarom azt mondani, hogy biztosan december 1-én fog jönni, de én azért hatalmas esélyt látok rá, úgyhogy érdemes lesz azt az elsőjei napot majd figyelgetni. Na de nem is szaporítanám tovább a szót, mert tulajdonképpen ennyi lenne a lényeg, ennyi volt a cikk. Este a szokásos élőadásban találkozunk 6 órakor, gyertek és beszélgessünk erről, mert ez tényleg valami elképesztő. És nagyon szépen köszönöm a figyelmet, este találkozunk, és let's go!